Nyíri Tibor polgármester köszöntötte Konrád Jánosnét, Anna nénit a 90. születésnapi alkalmából szerencsén a Gyémánt kapu idősek otthonába október 17-én. A lakótársak verssel, zenés összeállítással kedveskedtek az ünnepelnek, majd a polgármester átadta Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét, valamint a képviselőtestület nevében virággal és ajándékkal kedveskedett az idős hölgynek. Szerencsváros polgármestere jó egészséget kívánt a legidősebb lakónak. Családias hangulatban telt a köszöntés. Konrád Jánosné 1932. október 17-én született Boldogkőváralján, 8 testvére volt. Hosszú évekig dolgozott a szőlőben. Idővel férjhez ment Kuritjánba költözött, ahol férje a bányában dolgozott, ő pedig akkoriban nem vállalt munkát. Idővel a kazincbartikai Habsejem kötött árugyárban kezdett el dolgozni, majd onnan ment nyugdíjba. Kertészkedni szeret a szabadidejében, ülteti a virágokat, a plántákat. Két lányjal, 4 unokával és 7 dédunokával büszkélkedhet Anna néni.